magyar rendőrség ebben az évben már 8. alkalommal fogja biztosítani a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt. Mondhatjuk, hogy ebben nagy tapasztalatunk van, hiszen 7 éve együtt dolgozunk a verseny szervezőivel. Ez mindig egy nagy kihívás, hiszen egy olyan versenyről van szó, ami a közúton zajlik, és ott általában ugye a közúti közlekedés rendje szerint zajlik a forgalom. Ez viszont egy verseny, tehát a mi dolgunk az, hogy arra az időszakra, amíg a verseny elhalad, ezeket az utakat hermetikusan zárjuk, és a versenyzők számára a teljes biztonságot garantáljuk. Ennek érdekében valamennyi megyei rendőrfőkapitányság, amely a verseny útvonalával érintett, felkészül a versenyre, megtervezi a biztosítást, kiválasztja a biztosításban résztvevő rendőröket és felkészíti azokat erre a feladatra. De a legnagyobb kihívás és a legnagyobb feladat mégis a dinamikus biztosítás, azaz a gördülő verseny biztosítása. Ezt évek óta a budapesti rendőrfőkapitányság motoros rendőrei látják el, néhány megyei rendőr kollégával kiegészülve, de gyakorlatilag van erre egy több éve kialakult ütős kis csapatunk, ők a motoros rendőreink, ők azok, akik a versennyel együtt mozognak, és elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek alatt nem történt olyan biztonsági incidens, ami a versenyzőket érintette volna.